emeleten beállnak a rövid sarokhoz, és tulajdonképpen hat vasas játékos az ötösnél. Ismét kapura, Szappanos ezt is kiüti, Hidi. Most erőből Szappanos, és Szappanos ezt meg beüti. Hidi Patrik nem örül, Szappanos rettenetesen mérges saját magára. A vizes labda Szappanosról a saját kapujába pattan. Két szögleten magasan tesztelte Hidi Szappanost, itt most laposan, élesen, ez inkább beadás volt sem, mint lövés, ám a kivetődő Szappanos saját kapujába segítette a labdát. Ebbe, ha valaki beleér vasas részről, jó, ha nem eljut a kapuig, az is jó, pattan egyet a labda. Nyilván Szappanos ezt nem engedheti el, mert becsúszna a hosszú sarokba, így meg bepattan a bal alsóba.